Sok szeretettel üdvözöllek, Király Norbert vagyok. A Befektetési Stratégiák 2021 online konferenciának a házigazdája. Amiről most szeretnék beszélni, az annak a kérdése, hogy miért kell befektetned. Természetesen semmit sem kell, az élet folyamatos választásokat ró ránk, vagy egyik, vagy másik irányba megyünk. Mégis, miért mondom azt, hogy kell befektetned? Bob Dylannek van egy mondása, ami az egyik kedvenc idézetem, ami úgy szól, hogy mi az anyagi függetlenség, mi a szabadság? Az, ha reggel felkelsz, este lefekszel, és a kettő között azt csinálod, amit igazán szeretsz. És hogyha egy mondattal szeretném megfogalmazni, hogy miért kell befektetned, akkor erre a válasz az, hogy szabadon tudjál élni a felkeléstől a lefekvésig, tehát a kettő közötti időszakban azt tud csinálni, ami ténylegesen örömet okoz neked. A legtöbb ember viszont szinte csak keresett jövedelembe tud gondolkodni. Holott van egy másik oldal is, a befektetési jövedelem. A befektetési jövedelem az, ami számodra igazi szabadságot, anyagi függetlenséget tud hozni. Befektethetsz azért, hogy tőkejövedelemre tegyél szert, gyarapodjanak az eszközeidnek az értékei, egy értéke, illetve azért is, hogy egy rendszeres készpénzáramlásra tegyél szert. A befektetésnek és egyúttal a megtakarításnak van még egy másik különleges háttere. Mi emberek fogyasztásorientáltak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte bármennyi pénzt el tudunk költeni. Ugyanakkor, hogyha te rendszeresen befektetsz, vagy akár nagyobb befektetéseket eszközölsz, az egyrészt egy olyan eszköz lesz számodra, egy olyan megtakarítás, amit nem tudsz elkölteni, tehát a későbbi boldogulásodat, sikereidet, függetlenségedet támogatja, és annak egy nagyon jó alapozója lehet. Másrészt pedig ezek a befektetések rendszeres jövedelmet tudnak generálni számodra, akár passzív módon is, tehát hogy ne az idődet kelljen feláldozni azért, hogy pénzt keressél, hanem a befektetési eszközeid csináljanak számodra pénzt, és ennek köszönhetően tudod ténylegesen az anyagi függetlenséget és a szabadságot megteremteni magadnak. Ez a mostani időszak, a COVID-19 időszaka egy különleges és bizony kemény próbatételek elé állító időszaka mindnyájunknak, én úgy gondolom. Az, hogy milyen lapokat osztott le neked a sors, az egy dolog. Viszont az, hogy hogyan tudod megjátszani a rossz lapokat, az már rajtad múlik. Az előadótársaimmal, illetve beszélgető partnereimmel a 2021. februárjában megrendezendő online befektetési konferencián az a célunk, hogy olyan gondolatokat, olyan ötleteket, olyan stratégiákat adjunk át neked, ami segít döntéseket meghozni, segít kiválasztani a megfelelő utat, és a rossz lapokat, amiket ez a mostani gazdasági állapot, ez a gazdasági helyzet osztott le gyakorlatilag az egész emberiségnek, azt te meg tud játszani úgy, hogy ezek számodra tényleg jó lapok legyenek, és ebből a mostani gazdasági helyzetből a győztesek csoportjába tudjál kerülni. Köszönöm szépen a figyelmed, találkozunk 2021. februárjában a Befektetési Stratégiák
Summiton, addig is, és azután is sikeres befektetést kívánok!